Na, hello, hello, szevasztok! Na! Üdvözlök mindenkit! Látom, hogy még a címet is sikerült elírnom. Nagyon jó. Annyira siettem. Oké, na mindjárt megnézzük. Sikerül-e rajta frissíteni? Oké, hát reméljük, hogy sikerült. Bocsánat az elírásért. Eléggé sietős volt a dolgom, hogy ide érjek. Hát gyerekek, elértünk ide az utolsó Dead Zone adás idén. Szám szerint a 40. Atya úristen! Nem is gondoltam volna, hogy 40-et megér ez az adás. Annyi minden történt idén, hogy azt elmondani nem lehet. Aha, nagyjából néztem. Nagyjából néztem, nem futottam át teljesen. Nem rossz. A véleményemet inkább majd magánúton, nem itt, ha nem haragszol. Na. Mi a jó Istent akartam? Igen, na. Most lesz ebben az adásban kisorsoljuk a nyereményt. Rágmester, ne zökkentsék ki, légy szíves. Szóval, a karácsonyi nyereményjáték most véget fog érni, úgyhogy még az adás ideje alatt nem zárom le, tehát még lehet pályázni. Úgyhogy, aki még jönne, vagy aki még tud valakit, aki szívesen játszana, az még jöhet, amíg megy az adás. Engem nem zavar, hogyha most vesz jegyet, az se baj, hogyha esetleg egy kicsit túlszaladunk, tekintve, hogy ez az utolsó adás, úgyhogy az se bánom, ha az egész csoport bejön. Úgyhogy hajrá! A Nahimic Driver, az meg ez még mindig csesztet. Közben sorba jönnek az értesítések, ha akarom, ha nem. Úgyhogy, oké. Na, most már tietek vagyok. Annyit akartam mondani egyéb iránt, hogy a Discordon nyitottam egy külön szobát, feltéve megtalálom, igen, aminek most Open Zone a neve, úgyhogy ide be lehet csatlakozni, aki szívesen beszélgetne. Ebbe az adásba természetesen az előre meghatározott szabályokon belül bármit lehet, úgyhogy gyertek nyugodtan. Mr. Dragmester már itt is van, mindjárt felveszem a fülest egy pillanat. Jó, oké. Nem, hol van az üdítő? Szomja. Ja, itt van. Oké, okay, csak tükröződik a bögre, azt hittem, hogy valami nem simmel. Na, hello! Most már hallak. Na, oké, ciao. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt így mindenkinek. Amúgy... Ha ezt mondhatom úgy, hogy nem égetem, mert még nincs leégetve ez a mondat, hogy boldog karácsonyt. Remélem, hogy még nincs. Ja, hát... Ne menjünk hát, most bele, tudod, hogy mire gondolok. Nem, tudom, hogy mire gondolsz, ne menjünk bele. Na, most igazándiból a iszákos részemnek a rosszabbik fele jött ki ezáltal, mert pont akkor kaptam ezt a mondatot, amikor már egy fél vodkát, egy nem tudom mennyi jégert. Biztos vagy te benne, hogy ezt így élőadásba akarod velem megbeszélni? Nem, csak ennyi. Ja, jó. Hogy nem akkor kellett volna ilyet mondani. Jó, hát, én értem. Én megértem, én leírtam neked a véleményemet. Persze. Ja. Úgyhogy ennyi. Na, de amúgy meg jó. Izé, jó karácsony volt. Jók voltak az ajándékok. Csak sokak. Szóval ja, nem. Na. Ez is sok volt. Hát, mert energiaitat meg soha nem ittam hozzá. Egy litert, azért ez durva volt. De mindig úgy vagyok már vele, hogyha már érzem, hogy hasam úgy érzi, már nem szoktam már úgy hányásig izélni. Mondjuk, ha csak jégert ittam volna, akkor lehet, hogy annyi lett, de abból meg nem volt annyi. Aha. Ez már megtanulom, hogy ne foglalkozottam. Na, most épp a streamed előtt raktuk össze Sanniak a gamer székét. Uh-huh. Ne tudd meg, volt egy csavar, ami
nem akart egyszerűen belemenni. Szétcsesztem a hüvelykújjamat. Mondom, adjál meg egy kesztyűt. Azt tudod, hogy téli kesztyűt. Mondom, rahat jó. Ja. És örülnek, hogy ma összehet neki téve. Na, örülök neki. Ja, szóhoz jutni. Igen, igen, arra várok, hogy szóhoz jussak a saját műsoromban. De nem baj, megmondtam, ez az utolsó adás, szóval itt most egy kicsit elgurítjuk a gyógyszert. Nem baj, ez ebbe az adásba belefér. Természetesen nyilvánvalóan azok a bizonyos keretek között. Én igazából nekem most, hogy hát lett volna témám a mai műsorra is, csak amikor így eszembe jutott, hogy ja, amúgy basszus, ez az utolsó. És a 40. szóval még kerekre is jött ki. És az azt jelenti, hogy a 40. számozott. Mert ugye volt olyan hét, amikor kimaradt, de a számozásban nem hagytam ki, viszont volt egy pár extra adás is, úgyhogy ez már több, mint a 40. Nem tudom, talán 43, 44. lehet, de basszus kulcs. Hát én megmondom őszintén, hogy én azt terveztem, hogy mit tudom, egy 3 hónapig csinálom, azt majd meglátom. Hát ahhoz képest... Azért idén elég sok mindent elindítottunk közösen, ugye, mivel a Playzone-t is elindítottuk ketten. Ugye a Deadzone is idén indult. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyi ideig fogom csinálni, és azt most nem azt jelenti, hogy most akkor itt állj, és ennyi volt, mert jövőre is lesz, sőt, nyereményjáték is lesz jövőre, úgyhogy és jövőre is nagyon állat címek lesznek, úgyhogy aki most itt esetleg lemaradt, az ne legyen elkeseredve. Úgyhogy, mert jövőre is lesz mit megnyerni, méghozzá nem is akármilyen címeket, de most nem akarok spoilerezni, viszont egy dolgot nekem muszáj... Nekem viszont muszáj ellenőriznem. Igen? Nekem viszont ez volt a 23. A karácsonyi stream, a kisorsolások, meg minden volt. Aha. Aztán már nem tudom, hogy vasárnap este majd, hogy akarsz-e majd valamit esetleg nyomatni, vagy... Hát most vasárnap este nem tudom, mert nekem az év vége az valami kegyetlen... Igen, azt tudjuk. Szóval még az is lehet, hogy a munkahelyemre is be kell mennem. Viszont valamit muszáj vagyok közben itt ellenőrizni, ami most jutott eszembe. Egy pillanat, közben keresem. Jó. Szóval egy a lényege, hogy azt már most tudom, hogy február 25-én megőrülés lesz. Egy megjelenés okán. És annyira... Annyi megjelenés okán. Igen. És... Annyira remélem, hogy nagy lesz az őrület, hogy amúgy egyébként az konkrétan nálam majd haza is lehet vinni. Úgyhogy majd ezt meglátjuk. Haza lehet vinni? Jó hangzik. Mezanyám, egy annyira forró cím lesz február... Hát nem tudom, mikor esik február 25-e, mindjárt megnézem a naptárba. Mert még az is lehet, az pontosan 2 hónap múlva lesz egyébként. Tehát még... Hát ez pénteki nap lesz, úgyhogy. Pénteki nap, hát akkor... Dead Zone. Hát szombaton van a Dead Zone. Egy nappal. Nem tudom, majd meglátjuk. Addig még azért van 2 hónap. Persze, van azért még addig idő. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy az az igazság, hogy... Idén volt az, hogy egy kicsit feljebb pörgettem a streamet, mert ugye előtte is voltak hébe-hóba mindenféle adások, de igazából idén kezdtük el ezt nagyon komolyan tolni, ráadásul idén volt már, vagy már tavaly is ismertük egymást, Mr. Drágmester? Kérlek szépen, január közepén ismertelek meg. Na, hát január akkor... 22-e óta követlek Twitchen, a Madrunnerrel játszottál, aha. És a sütőkről, meg ilyen dolgok, mindenről elbeszélgettünk, szóval. Hát figyelj! Nem bírtam lefeküdni, hát annyira akartam veled beszélgetni. Ha, jó van.
Pillanat, egy kis klímát kell még intéznem, egy másodperc. Jó. Zsepi kell nekem. Így a legmagasabban, jó? Akkor tudsz rajta állítani, mikor leülsz. Ja. Mikor leülsz, ezért van ez. Na, szóval ahhoz képest... Basszus, hogy elment az idő, mi? Nagyon elment. Iszonyatosan, én nekem komolyan mondom, az emlékeimben olyan, mint a két hónapja lett volna az előző szilveszter. Ja, ja. Pedig nem? Hát meg az is, hogy már kevesebb, mint egy hónap, és már egy éve ismerjük egymást. Hát, igen. Szóval rohadtul repül az idő, főleg úgy, hogy ugye hát az ember elfoglalt, és nem veszi észre, nem nézi 5 percenként az óráját. Ja, szóval... persze. Tényleg elmondja. Hát olyan. Megszokom. Úgyhogy nagyon megy az idő. Hát idén az az igazság, hogy amiről nem szeretnék most beszélni, az ilyen mindenféle játékok. Mert ugyanis lesz még egy Playzone a jövő héten, és akkor kitárgyaljuk az év játékait, az, hogy mi milyen volt, stb., hogy mi volt nagy kedvenc, mi volt kevésbé, mi az, amit esetleg várnánk jövő évre, hogy jó legyen. Úgyhogy igazából ennyi, ezzel a témával nem akarok foglalkozni. Ja, hát most az a helyzet, hogy amellett viszont nem tudunk elmenni, hogy nem sikerült idén megszabadulni a koronavírustól, hogy rohadjon meg. Olyan erősen rácsavart, mint amennyire tudtam. Neked billeg a széket, hanem nem szoktad meg a gamer széket, hogy úgy rácsavart, hogy kezem is beletörült. Na, úgyhogy sajnos ezt nem sikerült, jövőre talán, de nagyon azt mondják, hogy minden évben visszajön úgy, mint az influenza járvány. És hát ez az. Most, akkor évente. Most azt mondják, hogy ezért, hogy jaj, most érdekes, milyen érdekes, eltűnt az influenza, nem tűnt az el, csak ugye hát mindenhol lezárások voltak, maszk, stb. Védekeztünk így, hát nyilvánvalóan kevesebben kapták el. Hát értsd már jól, nyilván nem gumival. Tudom. Hanem maszka. De rossz vagy. Na, amúgy egyet akarok mondani. Mi a véleményed arra, nem tudom, a Janitól láttad a videót? A Janitól én rengeteg videót láttam. Kérdés, melyik Janitól és melyik videót? A te VR Janitól és a Razer-es Gamer RGB szájmaszkot. Igen, láttam. Láttam. Na, arról nem is kérdeztem meg, mi a véleményem. Hát nem tudom, azt viselni kéne. Most az az igazság, hogy ugye van nekem az a Fosi mesteres maszkom is. És ugye annak is van műanyag része, és az a helyzet, hogy az a műanyagám tud vágni ám hosszú távon, úgy mondom, hogyha sokáig viseled, akkor ez nem olyan rohadt kényelmes, mint amilyennek tűnik. Szóval elvileg a Razer nyilván ilyen rohadt kényelmesre csinálta meg, na de hát, ami nem természetes, az semmi sem kényelmes hosszú távon. Úgyhogy ennyi. Aztán jól néz ki, meg minden, igazából szükségtelen, mert most, ha a hatékonyságát nézed, ugyanolyan hatékonyságú az FFP2-es maszk is. Csak azt nem kell feltölteni, nem nehéz annyira, mert nincs benne aksi, meg nem világít, szóval nem olyan menő. Hát most... És a legfontosabb, a plexi üveg. A plexi üveg, azt tudod, mi ellenvéd? Hogyha valaki arcon akar tüsszenteni. Ja. Ismered azt, hogy úgyis vírusos lehet a gépet, hogyha játszol és letüsszented a monitort, csak akkor le kell törölni a vírusról. Na hát, ugyanez a plexi.
Hát ez arra jó. Az a plexi egyébként azt az olyanoknak találták ki, aki köszörűgéppel dolgozik, meg ilyesmivel, hogy a leköszörült szikra, meg mindenféle szilánkok, darabok, azok még véletlenül is repüljenek bele a szemedbe. Azt arra találták ki. Úgyhogy igazából ennyi. Ja. Nem, rossz, jól néz ki, csak én nem vennék meg, mert hát most, ha nem egy olyan kell, nem egy kelléknek kellene megvennem, értsd jól, hogy amit, hogyha valamit így, így felhasználnám egy videó shoot alatt, vagy valami, akkor nem venném meg. Tehát magamnak biztos, hogy nem venném meg. De ugyanúgy nem venném meg az AirPods Max-ot sem. Mert annál is például sokkal, de sokkal jobb termékek vannak, sokkal jobb áron. Egyet akarok mondani, tényleg, ha már megemlítetted az AirPods-t. Igen? Most milyen fülhallgatót használsz a telefonodhoz? Most konkrétan semmilyet. Semmilyet? Most semmilyet. Melyik volt jobb, a Samsung AirBuds, vagy pedig a AirPods? A zajszűrésben a Buds az jobb volt. Illeszkedésben is jobb volt. Üzemidőben is jobb volt. Na de. Az Apple-nek az AirPods Pro-ja, amit használtam, az hiba nélkül működött majdnem 2 évig. A Samsungnak az AirBuds 2, azt hiszem, az a legújabb, még mindig itt van valahol, az 3,5 hónapig működött hiba nélkül. És 3,5 hónap után elkezdte azt, hogy nem mindig csatlakozott, szórakozni kellett vele, utána elkezdett a jobb oldali recsegni, akkor persze közben folyamatosan jöttek software update-ek, és ami többé-kevésbé megoldotta, de még mindig nem az igazi. Tehát sokadik frissítés után sem az igazi a hangzása, még mindig van benne egy kis recsegés, és ez főleg akkor zavaró, hogyha olyan dolgot hallgatsz, amiben van emberi hang. Mert az emberi hangon iszonyatosan átjön, az nagyon szar, de csak a jobb oldalon. És... amúgy meg, hogyha hallgatsz egy, mit tudom én, egy trance, vagy egy dubstep zenét, vagy bármit, amiben nincs emberi hang, akkor észre se veszed. Azért. Szóval nem tudom, hogy miért pont az a frekvencia tartomány szar benne, ez biztos, hogy szoftveres hiba, ez tuti, mert tényleg csak az emberi hang szar benne. És ezért megmondom őszintén, hogy én nekem csalódás. Mert iszonyatosan nagy reményekkel álltam neki, és tényleg rohadt jó volt. Esküszöm, azt mondtam, hogy odaveri az Apple-nek bármelyik termékét. Csak hát ez basszus, hogy 3,5 hónap után gyakorlatilag úgy szól, mint a Szokor Rádió az egyik oldal, ez egy katasztrófa. Főleg, ha még mellé teszed azt, hogy mennyibe kerül, akkor meg egyenesen világkatasztrófa, vagy nem is tudom, hogy hova lehetne ezt fokozni. Szóval, igen, hát figyelj, idén én kockáztattam egy nagyot, és ugye elkalandoztam az Android világába. Meg is bántam, meg nem is. Megbántam, mert ugye nem volt olcsó. Egyrészt. Mivel én úgy akartam csinálni, hogy annak nem lett volna értelme, ha veszek egy középkategóriás valamit, mert az nyilván nem lesz annyira csúcsminőségű. Szóval megvettem a legcsúcsabb minőséget, hogy na, tényleg, az Androidnak a krémje, a legjava, a legfaszább része jusson el hozzám, ha már úgy gondoltam, hogy rászánom magam és váltok, akkor csúcskategória. Legyünk ott a toppon, mert én nem szeretek cserélgetni pár havonta. Én mindig a tartóságra megyek. Arra megyek, hogy ha valamibe beruházok X összeget, amilyen nem is olcsó, akkor az nekem ne szarjon be pár hónap után, hanem akkor az igenis, az legyen használatban évekig. Viszont középkategóriára hajlandó mindig venni. Aha.
nem tudom. Hát mondjuk, ha nem iPhone teszel, akkor viszont úgymond az Androidoknak az értéke úgy 3-4 év múlva nem lesz olyan, mint egy iPhone. Most még nézel egy 3-4 éves iPhone-t, most olyan árba van, mint kb. Az én telefonom. Azok ilyen megtartják úgy a árakat. Nem kell, hogy keserítselek, mert itt se nagyon tartják az árukat. Tehát jó, itt kb. Olyan az Android az, hogy papírnehezéknek használhatott, kb. Annyit ér, de az iPhone is nagyon sokat vesz nagyon hamar az értékéből. Egyszerűen ezek annyira elértéktelednek itt. Aztán majd persze később ez lesz Európában is előbb-utóbb, mert ugye a gyártók elárasztják a piacot mindig újabb és újabb termékekkel. Na mindegy, és az a lényege, hogy egyébként megtapasztaltam azt, hogy utána egy alsó-közép kategóriára váltottam, mert rohadtul kíváncsi voltam, egy olyanra, amitől egyszerűen nem vár az ember semmit, csak működjön. Na. Ez melyik volt? A Motorola Moto G. Ugye ismerős. Az egy ilyen alsó-közép kategória, legolcsóbb telefonként adják a szolgáltatók, mindegy, azt csak vigyed, legyen valamid, azt legyen előfizetésed, le van szarva. Tehát az egy olyan telefon, amitől az ember nem vár semmit. Ahhoz képest, hogy mit összenyúztam, nyilván játékot nem tettem rá, mert hát az esélytelen, hogy egy szolitár, egy passziánsz fusson rajta akadás nélkül. De úgy azért a közösségi média ment rajta, stb. Igazából ma kezdte el azt, mert még mindig itt van, hogy megfagyogatott egy-két alkalmazás. Amit eddig soha nem csinál, de hát tekintve, hogy összesen 32 giga memóriája van, meg nem tudom hány mega lehet a belső memóriája, de biztos, hogy nem valami nagy cucc, ahhoz képest tök jó. És ahhoz képest, hogy egyáltalán nem vártam tőle semmit, nemhogy nem csalódtam, hanem esküszöm felhasználói élménybe, jobb volt, mint a 2000 dolláros Samsung. Ha már így, most már, akkor már, ha már mondunk neveket, akkor mondjunk. Szóval... Nekem az A70 az úgy jó. Na igen. Na most az az érdekes, hogy ez az 5G-s hiba, ez a Motorola-val is előfordult, de nem annyira, nem úgy, mint ahogy a Samsungnál. Vagy mint a te tapasztalatod arról a bizonyos Xiaomi-ról, ami nem tudom melyik volt, de mindegy. Szóval nem olyan sűrűn és nem olyan intenzitással, de ennél is előfordult, hogyha gyanítom, hogy ez valami Android-specifikus hiba lehet, és itt sokkal élesebben kijön. Ugye, amiatt, amit már beszéltünk, Mr. Drágmester, hogy Európában és azon belül is Magyarországon különösen jó az internet kiépítettség, és aki a büdös életben nem hagyta el a magyar határt, az nem hiszi el, hogy tényleg milyen rohadt jó Magyarországon a lefedettség. Aki már kinézett, az tudja, hogy igen, a többi helyen még szarabb, szóval nem kell panaszkodni egyáltalán. Persze nyilván van Magyarországnak is egy-két olyan vakfoltja, mint ahol én is voltam. Heves és Budapest megye határába van egy falu, én falunak hívom, ők nagyon odáig vannak, hogy város, pedig a város címét elvesztette, úgyhogy csak nagyközség, mindegy, én falunak hívom. Annak is az utolsó utcájában laktunk kint az egész a szélén, szóval úgy, hogy gyalog 10 percre volt Heves megye határa, annyira kint. Na basszus, elfelejtettem lehalkítani, oké. Okay. És ott nemhogy 5G, meg LTE, meg 4G, meg ilyenek, nem, még 3G se volt. 2G volt, meg az, amit mindig elfelejtek, ami még a 2G előtt volt. És hiába volt nekem iszonyatosan jó internet előfizetésem a telefonon, ha egyszerűen térerő nem volt. És rengeteg panaszt írtunk a szolgáltatónak, és a szolgáltató füle botját sem mozgatta. Leszarta. Ez a vicc, hogy ezt úgymond leszarják, pedig amúgy ez elég fontos, mondja nekem korlátlan netem van magyarba, és ha kimegyek így Európából, és magyarból kimegyek, akkor egész Európa van 16 giga netem, amit ugye lehet használni. És ugye volt ez a Xiaomi Mi 10T Lite-om, jó telefon volt.
Csak hát ugye mentem egy órás vonatutazást, 8-szor újra kellett indítanom, mert ha egyszer elment a net rajta, a akkor nem jött vissza. Nem volt képes visszajönni. És ez egy órás útszor 8-szor újraindítani, ez egy kicsikét gáz volt. Na hát ez ugyanez. Na most képzeld el azt, hogy amikor egy totál vadidegen országban kocsival mész, nincsen GPS-ed, és az egyetlen navigációs eszköz a telefon, és az egyszer csak így eldobja a mindenféle jelet. A GPS jelet, a mobiltorgyot, mindent. És mondjuk egy olyan forgalmas autópálya kellős közepén vagy, vagy egy olyan kereszteződésben, ahol rohadtul nem tudsz félreállni, amíg újraindítod a telefon. És annyira kell figyelni az útra, mert olyan sok autó van, meg gyalogos, meg minden, amit akarsz, ott van előtted az úton, úgyhogy fél pillanatra nem tudsz félrenézni, és akkor állj neki, indítsd újra a telefont. És ezt még spékeld meg azzal, hogyha mondjuk egy elágazásnál rossz irányba mész, akkor fölmész egy olyan fizetős autópályára, amiről le se tudsz jönni fizetés nélkül. Ez úgy nagyon durva. Szóval azért mondom, hogy én erre rohadt allergiás vagyok. Ha én egyszer kiadok rohadt sok pénzt, de valami beteg mennyiségű pénzt kiadok valamire, akkor azt elvárom, hogy működjön. Hogy működjön úgy, ahogy annak működnie kell. És sajnálom, androidosok, aki megharagszik rám, de én ezért visszaváltottam iPhone-ra, mert még azzal mindig kevesebb a gond. Pedig az utolsó évben nagyon sok gond volt vele, de az Androidhoz képest az egy álom, úgy működik, és ráadásul most meg már kijavították a szoftveres hibákat. Úgyhogy néztem az update-nek a release note, azt hiszem, jól mondom, amiben írják, hogy miket javítottak ki, és tényleg, úgyhogy ennyi. Szóval sajnálom, de tudom, minden embernek más, de nálam az Android vs. iPhone az egyértelmű, az nem kérdés. Az megint egy más kérdés, hogy Magyarországon belül, ahol nagyon jó a hálózati kiépítettség, hogy ott váltottam volna-e, ezt nem tudom megmondani, meg már nem is fogom tudni megmondani, mert azt megfogadtam, hogy én soha többet nem váltom le. Nem érdekel engem. Mert tényleg egy beteg mennyiségű pénzt áldoztam rá erre a projektre. Hát sajnos ez van. Jó. Én meg úgy vagyok, hogy ha valami van az Androiddal, akkor már ugye egyszer volt ez a téma, a Xiaomi-nál, csak nem tudom, nem, egyszerűen nem tudom, mert hogy most két terméken ugyanaz a rendszer volt. Egyiken mély jó, másikon mély szar. Lehet ugyanaz is. Igen, lehet ugyanaz is, de itt ez a gond, hogy nem ugyanaz van rajta. Tehát ez egy olyan, hogy mit tudom én, van két tányérod, az egyikbe raksz mandulakrémlevest, a másikba raksz marcipánt. És akkor azt mondod rá, hogy hát de mind a kettőben mandula van. Igazad is van, meg nem is. Mert igen, mind a kettőben mandula van, csak mégis teljesen más. Szóval az Androidnak van egy alap Android, amit bárki ingyen használhat, licencdíj nélkül. És erre vannak ilyen ráépülő héjak. Ami már ilyen mindenféle kiegészítő szolgáltatás. Például a Huawei is sokáig nem használhatta a teljes Androidot, csak azt a részét, ami ingyenes. Ugye aztán azóta most már megcsinálták ezt a saját operációs rendszerüket. Na mindegy, és az a lényege, hogy ez igazából egy open source felület. Tehát egy olyan nyílt forráskódú cucc, amire bárki fejleszthet, te is. Hát, hogyha te tudod, hogy kell egy operációs rendszert megcsinálni faszán, tudod a hardware komponenseket, hogy kell leprogramozni, hogy az úgy működjön, ahogy kell, te is csinálhatsz magadnak egy saját Androidot. Azt te úgy optimalizálod, ahogy te akarod. Igaz. Csak vannak olyan asszettek, meg ilyen kódrészletek, stb. Ilyesmik, amikhez te nem férhetsz hozzá, mint Gibbs Jakab mucsaröcsögéről, mert én Androidot fejlesztek, hanem neked, igen, és a Google felé be kell jelentkezni, mint fejlesztő.
és akkor, ha megegyeztek a Google-lel, akkor kiadja számodra azokat az eszközöket, amik nagyban megkönnyítik a munkádat, hogyha androidos felületet akarsz csinálni, kifejezetten. Úgyhogy nem olyan egyszerű ám ez. És egyébként a legnagyobb hátránya az, ami én lehet csak azért, mert már idős vagyok, és azért gondolkodok így, de a legnagyobb hátránya az, amit úgy hirdetnek, hogy a legnagyobb előnye, hogy nyílt forrás kódú, és emiatt sokkal könnyebb rá vírust is gyártani, meg stb. Most azért az beszédes, hogy a Play áruházból nem tudom hány ilyen vírusos adatbányász alkalmazást távolítottak el. 5-6-ot, valami ilyesmi. És mind olyan program volt, ami QR kódolvasó programnak adta elő magát, és közben a háttérbe dolgozott. És például ezek azok a dolgok, amilyen rohadt elgondolkoztató, hogy amikor egy gyári számológép applikáció engedélyt kér a bejövő hívások kezelésére, akkor így elgondolkozol, hogy mi? Az mégis mi köze a számológépnek a bejövő hívásokhoz, vagy a telefonkönyvemhez, vagy akár a GPS pozíciómhoz. Szóval az a baj, hogy nálam az az Android ezt több sebből vérzik most már, így, hogy hosszú évek után újra megtapasztaltam, így ezek csak újra frissebb lettek ezek az élmények. Egyébként maga a hardware, az én aláírom, hogy ez lehet rohadt jó. Tehát a mindenféle gyártóknak a csúcs hardverei, azok alapból rohadt jók. De ez a rendszer nagyon sebezhetővé, és nagyon... tehát sebezhetővé teszi, és nagyon-nagyon sok a hiba benne. Nem tudják egyszerűen úgy optimalizálni, hogy ez úgy működjön, ahogy neki kell. Akkor tudnák, hogyha a Samsung is szépen legyártaná saját maga rendszerét, és nem úgy, mint a Huawei kezdte, meg egy csomó más, mit tudom én, OnePlus, meg stb., hogy az alap Android, és akkor ők gyártanak hozzá saját dolgokat, nem, hanem alapjaitól egy teljesen újat, mint ahogy volt a Bada, ugye az is a saját operációs rendszere volt, vagy a Nokia-nak a Symbian. Nem volt az szar, csak foglalkozni kellett volna vele. Ott a fejlesztőket nagyon keményen meg kellett volna fizetni, és akkor nem mossa le a pályáról az Android, meg az iOS, a Symbiant. De ugyanez a helyzet a Windows mobillal is. Ugyanezt akartam mondani. Ugyanez a helyzet. Bár azt hozzáteszem, hogy a Microsoft azért próbálkozott, mert azt hiszem, hogy valami háromszor annyi pénzt adott a fejlesztőknek, mint amit az Apple ad az iOS fejlesztőknek, de valamiért úgy sem akartak fejleszteni rá. Szóval nem nagyon találtak fejlesztőket, és ezért lettek olyan alkalmazások, hogy mit tudom én, a Facebookból is hiányzott csomó dolog, a Messengerből is hiányzott csomó dolog, ezért a Google valamiért össze is veszett a Microsofttal, úgyhogy YouTube alkalmazás hivatalosan nem is volt rá, pedig basszus, hogyha így belegondoltok, én ezzel már gondolkoztam, IBM nélkül egyáltalán nem lenne PC. Egyáltalán nem lenne. IBM nélkül nem lenne Microsoft. A Microsoft ugye megcsinálta a Windows-t. A Google az egy kereső volt, ami először csak Windows-on ment. Tehát a Microsoft nélkül nem lenne Google. A Google és az Apple az első közös telefonja az a Nexus 1 volt. A Google-nek, meg az Apple-nek. És... Úgy de is. Micsoda? A Nexus. A Nexus. Hát az volt az első Google és Apple közös telefonja. Aha. És utána persze szétváltak az útjaik, de enélkül nem lett volna Apple sem. És az a furcsa, hogy az ilyen cégek beintenek egymásnak. Tehát nincs meg bennük az a, hogy mondjam, az az alázat, hogy bacek, ha nem lett volna kurva Windows, akkor nekem nem lenne most cégbirodalmam. Mert ugye a Google az egy sima kereső volt, úgy indult. Csak aztán annyira sikeres lett, meg annyira megszedte magát az adszokból, reklámokból, hogy
kibővült már olyanra, hogy a világ egyik legmeghatározóbb cége lett már a Google. Ugye megint ez, hogy az ilyen Google, meg Microsoft, meg ilyenek nélkül a Facebook se lenne. Igen. És én értem én azt, hogy persze mindenkinek a saját pecsenyét kell sütögetni, csak azért nem kéne megfeledkezni azokról, akik hozzásegítettek ahhoz, ami most van. Szerintem. Hát igaz. Ez igaz. Szóval ugyanez amúgy... egy rossz szülő-gyerek kapcsolat is, akár. Tehát most nem kell rögtön a gigatech cégekre gondolni. Bár mondjuk miről beszélünk, mikor Eminem beperelte a saját anyukáját. Igen. Szóval nem lehet igazságot tenni, na. Nem. Sajn, hát a mai világ... A másik véglet meg ott van Britney Spears. Ugye, hogy most már végre kiszabadult a gyámság alól. Bazd meg, mert bíróságon, bazd meg, a saját pénzén fogadtak ellene ügyvédet, hogy ő nem alkalmas, és hogy gyámság kell, és a szülei meg ott szipolyozták le, meg ki, ahol csak tudták. Hát komoly ezért témák ezek. Hosszú évekig. Hát gyakorlatilag a saját szülei rabszolgája volt, szóval... Igen. Most így mondhatjuk így. Nyugodtan mondhatjuk így. Úgyhogy ez így elég... Apple meg a Android, mind a kettőnél volt, ugye én, nekem csak a Apple, jó volt, jó a rendszer, meg jó minden. Jó a rendszer, csak sok a... ja, nem. ja, nem. Hanem, hogy multitaskingban így valami nem. Szóval az, hogy én a, ugye... Ezt aláírom. Ezt aláírom. Igen, mert most a OTP ízi alkalmazásból visszaléptem a MÁV-ba, hogy elfogadjam az OTP alkalmazásból, hogy igen, én vagyok az, meg akarom vásárolni, visszamentem a MÁV-ra, és pukk, hiba. Na, és nem tudtam mondani. Az egyetlen egy, amit az androidos gyártóknak is a 90%-a még nem tud. Hogy oké, hogy csinálsz multitaskingot, de úgy kell megcsinálni, ebbe az egyben rohadt jó volt a Samsung, a legutóbbi Samsungom, az kegyetlen jó volt. Olyan multitasking volt benne. Játszottam a Colin McRae rallival, közben kis ablakba ment a YouTube, és amúgy videótelefonáltam a haverommal, a másik kis ablakba meg az ő arcát láttam. És közben én meg játszottam a telefonon a Colin McRae rallival. Ennyi. És YouTube-ról meg ment a zene háttérbe. Szóval nagyon. Vagy például a rakétakilövős videóm. Emlékeztek arra? Igen. Na, az úgy volt, hogy bekapcsoltam a kamerát, de fotómódra tettem, mert fotómódban nagyobb volt a zoom. Közben overlay-en ment a YouTube-on a rakétakilövés, és én meg elindítottam egy képernyő felvételt. És úgy, hogy a telefonból kijövő hangot is felvette, meg a bemenő hangot is, szóval a mikrofont is felvette, a YouTube hangja is benne volt a videóban, és amúgy nem mellesleg. Bocsánat, nem mellesleg ment a kamera, és azzal szabadon zoomoltam. Szóval tök jó volt, mert a YouTube-on élő adásban ment a kilövés. Én meg az én szemszögemből, ahogy én láttam a rakétát, azt videóztam. És így a kettő így olyan volt, mintha egy ilyen multikamos felvétel lett volna, és közben persze én is kommentáltam. Szóval ez az, amit még nagyon-nagyon kevés gyártó tud elérni, és itt rohadtul megmutatta az erejét a Snapdragon, hogy micsoda bődületes erő van benne. Az a baj, hogy sajnos szoftveres részen még mindig nem tudják úgy helyre rakni, hogy az úgy nagyon fasza legyen, mert amúgy az a helyzet, hogy nagyon azon gondolkozok, hogy ez a kinyitató kijelző, ez egyelőre még csak egy gimmick. Mert hogy most, hogyha lemerül a telefonod, lemerül a tabletted is. Most az az igazság, hogy napközben én szinte ki se nyitottam, ugye, mert dolgozok, nem nagyon van idő ilyenre szórakozni. Igazából akkor volt kinyitva, amikor itthon leültem kávézni, és játszottam mondjuk a League of Legends-el, vagy amikor esetleg videót néztem, de az az igazság, hogy videónézés közben is sokszor ki se nyitottam, hanem csak úgy félik, hogy ki legyen olyan, mintha kitámasztottad volna a telefont, és ugyanúgy a kis kijelzőn néztem a videót.
Szóval még ez ilyen felemás. Persze jól néz ki, meg minden, csak nem érzem annyira a létjogosultságát. Egyszerűen a hétköznapokban nem. Úgyhogy ennél szerintem sokkal jobb, hogyha van egy külön tableted. Mert akkor azt te kiválaszthatod, hogy te magaddal akarod vinni, vagy nem. Ha feltöltöd, akkor az föl van töltve. Nem az, hogy lemerül a telefonod, és akkor lemerült a tabletted is. Szóval így ez a kirándulásom a Android világban, ez egy eléggé vegyes érzéseket keltett bennem. Úgyhogy, hát érdekes volt, na. Hát mindegy, én azt mondom, hogy nem bántam meg én ezt a kirándulást, szóval tapasztalatszerzésnek nagyon is kellett. Úgyhogy csak ez annyi. Ez a multitasking gond, ez mondom, ez nem csak az iPhone-os, ez az Androidos világban is. Igazából azt kéne, hogy megtanulják a gyártók, hogy hogy osszák meg a képernyőt. Tehát, hogy oké, rendben van, hogy megy a multitasking, hogy ott van a háttérben az alkalmazás. De például, hogyha egy képernyőre rá tudod tenni a két alkalmazást, és szimultán tudsz dolgozni egyikbe is, másikba is, vagy ne adj Isten hármat, vagy négyet, vagy ötöt, mondjuk, mint a Samsungnál, az világbajnok. Tehát ott érzem a nagy kijelzőnek a létjogosultságát, de ezt akkor meg kéne csinálni egy tableten, vagy valami, egy másik gyártónak, érted? Hogyha akár most nem feltétlenül csak telefongyártóról beszélek, hanem akármilyen tabletgyártóról is. Ugye van, akinek nincs telefonja, csak tabletje, de valamiért ez nem akar bejönni. És ez a Samsungnak ez a saját felülete, viszont ennyiből sokkal jobb. A multitaskingban viszont ebbe az egybe verhetetlen a Samsung. Ez tény. Csak annyira valahogy mégsem komoly, hogy egy komoly munkaeszköznek lehessen venni. És itt van a nagy dilemma. Hogy most ez félig munkaeszköz, félig szórakozás, stb., de úgy nem. Emiatt nem tudod komolyan venni. Egyszerűen. Valamiért. Nem tudom. Én legalábbis én nem tudom ezt így komolyan venni. És az az igazság, hogy amit meg lehet csinálni azzal, azt meg lehet csinálni egy iPad-del is. Az akkor meg már minek? Akkor meg már minek? Minek legyen két különböző brandem, érted? Végül is igaz. De az a baj, hogy én mindig ilyen voltam, tudod, hogyha látod, én váltottam Samsungra, jó, akkor nem szórakozunk, nem gurítunk szarra. Eldöntöttem, váltok Samsungra, rendben van. Akkor óracsere, telefoncsere, töltőcsere, fülescsere, stb. Stb. Akkor mindent. És akkor nem lehet az, hogy ja, amúgy a telefonod Samsung, de a fülesed Sennheiser, de az órád Garmin, vagy akármi, és akkor persze, hogy kijönnek a kompatibilitási problémák. Mert hogy hát más márka, tudod, és akkor az nem úgy van, meg akkor ott pöcsölni kell vele. Nem, akkor legyen minden ugyanúgy, de akkor nekem így működjön. Szóval én megtettem mindent azért, hogy jól süljön el ez a dolog. De hát ennyi. Mit? Mi lett a telefonnál? Mi lett volna? Hát ment más gazdához, ennyi. Ja, ennyi? Tud hát, mindennel együtt? Hát nem vitt el mindent a srác, úgyhogy maradt még annyit, hogy majd itt majd árugatnom kell. Jó. Piactéren. Tudod, hogy mire gondoltam? Nem, de biztos, telefon? Hogy meg fogod mondani, ha akarom, ha nem. Lehet saját kezüleg összetenni? Mit lehet saját kezüleg összetenni? A saját kezedet saját kezüleg simán össze lehet tenni, így néz csak, vagy így. Telefonra gondoltam. A telefont is össze tudod tenni saját kezüleg, akármivel. Tessék, nézd ide. Megfogom, itt van a telefon, és összeteszem ezzel az üvegjégerrel, ami átlátszó. Tök állat. Milyen átlátszó jégerem van, látod, basszus? Azt a kurva. Beálcáztam. Nagyon jó, átlátszó jéger. Na, látod?
De gondolom, ilyen alkatrinceket, gondolom, hogy megvásárolsz, gondolom, hogy szeretem mindig. Keresél rá a YouTube-on, van egy srác, aki azzal szórakozik, azt hiszem talán, hogy Kínában van kint, és járja a piacokat, és ő megépítette például a saját iPhone-ját. Úgy, hogy a piacon összevásárolt mindenféle alkatrészt. Alaplapot, új lenyomatolvasó szenzort, vagy nem is tudom, face szenzort, minden szart. Ő vette meg hozzá kijelzőt, csavarokat, mindent úgy vett hozzá, hogy járkált a piacokon, külön kellett neki venni ezt a digitizert, ami ugye a kijelzőn van, ez az, ami az érintőpanel. És ő magának összerakta. Keresd meg ajcét a YouTube-on. Az komoly. Akkor lehet, szóval igen, össze lehet tenni, csak hát úgy, hogy zéró műszerészi tudásod van, úgy nem biztos, hogy ajánlott nekiállni, de viszont a jó hír az, hogy csak egy angol tudás kell, és mindenféle leírást be lehet szerezni az internetről. Ennyi. Ha szerencséd van, akkor angol nyelven, ha nem, akkor japánul vagy kínaiul, az már így gázabb, nehogy Isten oroszul, vagy héberül. Úgyhogy ezek így jók. De szerintem azért nagy részét meg lehet szerezni az internetről leírásnak. Na most az megint egy más kérdés, hogy ugye nálunk így nem kapsz alkatrészeket. Viszont Kínában is, meg Japánban is, de főleg Kínában rengeteg van. Vannak konkrétan olyan piacok, ahol csak alkatrészek vannak. Telefonhoz, tablethez, régi konzolokhoz, de olyan szinten, hogy az utolsó diódától kezdve, transformátor, mikrocsip, minden szart meg tudsz venni. Ja, hát, ja, ja. Annak idején nálunk volt egy rohadt jó bolt, az volt a neve, hogy Hobby Elektronika. Nem tudom, hogy létezik-e még. Nem tudom, hogy létezik-e még az a bolt. Én imádtam. Ott mindent találtál. Konkrétan abból a boltból összetudtál volna rakni egy atombombát is, ha ügyes vagy. Jó, nem, nyilván, mert sugárzóanyagot nem lehetett kapni, de elektronikából mindent lehetett kapni. Hát mi ott, én még akkor nagyon gyerek voltam, azon dolgoztunk, hogy lehet csinálni Knight Rider fényt. Mert kurvára tetszett a lehet, hogy ide-oda megy, és olyat akartunk építeni. És találtunk villogó ledet is, meg mindent megtaláltunk hozzá, mert ugye mi rögtön ledes megoldásba gondolkoztunk, na de a LED technológia akkor még nagyon gyerekcipőbe volt. Akkor még nem volt annyira kifejlett, mint manapság, hogy gyakorlatilag ledes lámpától ledes... Na jó, kilépek a csoportból most ebben a pillanatban, mert egyfolytában azt hallgatom, hogy írkálnak. Na, szóval akkor még nem lehetett ilyen LED falakat, meg ilyeneket venni, meg mindenféle elektronikát. Ott még kétféle LED volt, és azt hiszem, hogy 6 voltosak voltak a ledek, nem volt másfajta, olyat lehetett kapni, az case, és lehetett venni sima ledet, meg lehetett venni villogó ledet. És annyi volt a különbség, hogy a villogó ledben volt egy tranzisztor, ami néha-néha megszakította az áramkört, bizonyos időközönként, és azért villogott a LED. És akkor, mit tudom én, olyanokkal szórakoztunk, hogy gyufás katujába 9 voltos, hanem rákötötted a villogó ledet, fekete szikszallag, meg minden úgy csináltad meg, mint hogyha tényleg egy doboz lenne, és megfogtuk, és akkor kétoldali ragasztószallaggal így rátapasztottuk a kocsi aljára, azt ott villogott, és tényleg olyan volt, mint a filmekben, amikor bombát raknak a kocsi aljára, tudod. De gyerekként az hatalmas élmény volt, hogy ilyen baromságokat csináltunk. Az biztos. Haha, Kolbi, szevasz. Nagyon halk vagy. Mi itt a Kolbi? Ja, azt hittem, Kolbász beszél, mert olyan mély volt a hang. Azt hittem, hogy ő beszél. Akkor neked volt csak szar a hangod. Nekem volt szar. Ja, azért volt mi, mert lehet, hogy a egyszigi hatás, amikor kifülled, akkor ilyen, megváltozik angolik. Mi van abban az egyszigiben? Hélium? Aha, egy kis gőzzel.
Ja, mint az izé... Scooternál volt? Amikor énekeltek, hogy bácsi, I need you, I love you. Vagy mi a franc valami ilyesmit énekelt. Azaz. Nem tudom egyébként a mai napig, hogy mit énekel, mert akkor, amikor még ez ment, akkor még talán annyira nem is beszéltem angolul, meg nem is érdekelt annyira az angol, csak ez így maradt meg, hogy bácsi, I need you, I love you, vagy mi a franc. De nem azt énekli, csak ez így megmaradt. Jaj. Na, mi legyen? Húzzuk még egy kicsit az időt? Mennyi az idő? Már eltelt egy óra. Nem nagyon akarnak jönni az emberek, nem kíváncsiak ezek a nyereményjátékra. Lehet, akkor ki se sorsanom. Megtartom magamnak a francba. Hát nem kell senkinek, látod. Ne lepődj meg. Ennyit akarok mondani. Ne lepődjek meg. Hát oké. Mi van? Azt a kurva életbe! Boldog karácsonyt! Hát köszönöm szépen, Mr. Ragmester, ne lepődjek meg! Mi? Hát akkor mi a jó Isten csináljak? Úristen! Te nem vagy normális egyébként. Most már biztos vagyok benne, hogy te totál zakkant vagy. Nem véletlenül te vagy a kapitány a bolondok hajóján, tudom én. Igen. Boldog karácsonyt! Mr. Ragmester! Nagyon szépen köszönöm. Hát te nem vagy normális. Na jó van. Na srácok, közben én ránézek a giveaway oldalra, hogy hogy állunk. Mert most már szerintem akkor sorsoljunk lassan, csak az a baj ugye, hogy senki nincs itt. Jó, tudom, karácsony van. Úgyhogy nem nagyon iszét, nem nagyon... fogják tudni, hogy ki nyert. Négyen neveztek be. Banya, ugye ti ketten, meg kolbász. Ennyien? Ti játszottatok összesen ennyien? Na jól van. Hadd szóljon. Rendben van. Akkor... íme a karácsonyi giveaway. Give a vaj. Úgyhogy most giveljük a vaj. Úgyhogy innentől kezdve lezártam. És akkor... lehet... a public page-en lehet követni. Ha akarjátok. Beírjátok szerintem felkiáltott giveaway-t, akkor oda visz. És akkor nem csalás, nem álmítás. Hagy pörögjön. Banya! Már megint! Banya! Na most Banyának szólni kéne, mert nekem mondott valamit, csak nem vagyok benne biztos, hogy jól hallottam. Úgyhogy aki fel tudja vele venni a kapcsolatot, addig így hagyom. A szóljon már neki, hogy most mi van. Hogy megnyerte jöjjön, vagy akármi, mert én úgy emlékszem, mintha valamit mondott volna, de nem akarom addig mondani, még nem vagyok benne biztos. Úgyhogy mi most húzzuk az időt egy kicsit, addig, amíg valaki a csoportból fölveszi vele kapcsolatot. Úgyhogy ennyi, pedig neki, nem, neki is 10 jegye volt. Na. Hát, srácok. Betoljuk. Most írtam neki. Oké, jól van. Meglátjuk, hogy... hogy mire jut. Közben én addig nézelődök. Na mindegy, 100-szornak is egy a vége. Az bizony. Az a lényege, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt. Ebbe az évben. Kegyetlen. Kaptunk hétrétől kezdve
Pú, basszus kulcs. El se tudom mondani, hogy mennyi nagyon mindent. Sok bentünk át. Igen. Voltak dolgok. Hajjaj. Meg a kolbászos soknál is voltak dolgok. Aha. Hát jó, hát most ilyen magánéleti dolgokat annyira nem akarok ide behozni, de... Hát de azt is streambe nyomtam, amit úgy értem, hogy az se kellett volna úgy. Hát igen, hát mindent lehetett volna normálisabban intézni. De viszont volt ebben az évben minden. Hát most például... Hogy csináljam? Közben gondolkozok, mert közben csinálok valamit, amit még nektek nem árulok el. Hoppá! Úgyhogy... Okay. Szóljál, hogyha írt, banya! Hát csak annyit, hogy kérdezz már meg tőle, hogy most... Most... Nincs fönt. Aha, picsába. Na jó. Oké, akkor ezt egyelőre elteszek okosba, ameddig én banyával fel tudom venni a kapcsolatot, mert ha esetleg lemondana róla, akkor azt kisorsoljuk újra. És akkor még idén. Ha esetleg lemond róla. Mert én most nem akartam ezt így lelőni, de nem emlékszem rá pontosan, hogy mit mondott. És pont ezért nem akarom, hogy esetleg gond legyen, majd ő elmondja nekem, és akkor, hogyha úgy van, akkor ennyi. Akkor még most nem teszem ki hivatalosan, hogy ő nyert, addig, amíg én vele nem beszélek. Persze. És akkor viszont nagyon, nagyon megpörgetjük, mert viszont még én idén ezt mindenképpen le akarom rendezni. Úgyhogy, fú, ennyi. Jézus Atya Úristen. Na jó, oké. Okay. Közben tervezek én még egy kis sütét, egy kis meglepetést majd, ha sikerül. Jó. Na, oké. Okay. Csak hittem most egy kis fennforgás van. Na jó, mindegy, azt hittem, hogy most már el tudom nektek még árulni, de nem. Mindegy. Egy a lényeg. Lesz még ugye egy playzone a jövő héten csütörtökön? Jól tudom, Mr. Drágmester? Igen, igen. Azaz, csütörtökön. Akkor kibeszéljük az évnek a terméseit, a játékokat. Esetleg olyanról is beszéltünk, amivel nem játszottunk, hogy mi hogy látjuk a dolgokat, olyanról is beszéltünk, amivel játszottunk. Persze. Különösebb, mit tudom én, ilyen nagyobb örömöket, nagyobb csalódásokat, mit várunk a következő évtől, ilyesmire gondoltam esetleg. Úgyhogy igazából így ennyi lesz, és idén nekem legalábbis az lesz az utolsó adásom. Tehát én már most biztos, hogy több adást nem csinálok idén, az lesz még. A jövőre folytatjuk a Final Fantasy-t, ez biztos. Nem azt mondom, hogy minden nap az lesz, de fogjuk folytatni. Meg hát aztán persze mindig jönnek új és új dolgok, úgyhogy majd meglátjuk. A Dead Zone az jövőre is menni fog tovább. Ugye január 3-a hétfő. Úgyhogy szerintem már rögtön az első héttől kezdve ugyanúgy megy a Dead Zone, ahogy eddig, hetente, szombaton. A menetrend viszont, a streamek menetrendje valószínű, hogy változni fog, de ezt még én sem tudom pontosan, mert ugye ez attól függ, hogy a melóba hogy változik az én menetrendem. Tehát ahhoz tudom igazítani a stream menetrendet, majd megpróbálok valami értelmeset, hogy ti is több tartalmat kapjatok, stb. Hát figyelj, idén kaptatok két új műsort, a Dead Zone-t és a Play Zone-t, meg néhány tech videót, ugye elindult a tech csatorna, de egyelőre nagyon szegényes a tartalom. Hát majd meglátjuk, hogyha úgy alakul,
hogy kicsit több teches cucc lesz nálam, akkor csinálunk róla tech videót, de hát ez ugye, mivel mindent én finanszírozok, ez így nem olyan egyszerű. Ja. Amit már most tudok, hogy van egy bizonyos kütyű, ami nekem nagyon fog kelleni, és meg is fogom venni, csak idő és pénz. De remélhetőleg, hát ha minden jól megy, akkor január végén vagy február végén be tudom szerezni, és arról is lesz tech videó. Mindennapi munkámat fogja itt segíteni a streamben, legalábbis rohadtul remélem. Úgyhogy arról biztos, hogy lesz tech videó. Aztán, hogy utána hogyan lesz tovább, azt még nem tudom. Valószínű, hogy lámpákat fogok cserélni, stb. Hát eddig is azért fejlődött elég sokat a stream. Ugye volt mikrofoncsere, kicsit kiépült itt. Kényelmesebb, most már ugye megvan, itt van a Steam Deck, amit nem Steam, Stream Deck. Amit ugye Pisti utál, meg mindig nyomkodja a gombokat, az sosem úgy sül el neki. Ugye ezzel irányítom a streamet, és ez azért jó, mert nem kell kialtabozni, hanem így simán ezért tudom így is kapcsolgatni a jeleneteket, a szoborszokat, a forrásokat kibe tudom kapcsolgatni, stb. Szóval ez nekem egy rohadt nagy segítség. Úgyhogy ennyi. Egy hasonló ilyen külső kütyűt fogok beszerezni, amivel még tovább javul a stream minősége. Úgyhogy igazából ennyi. Határa csillagos ég, fejlődünk irány fölfele, kidobunk, mint a rakéta. Az biztos. Úgyhogy hajrá, úgyhogy én szerintem lassan így a vége fele vagyunk. Úgyhogy nekiugrunk a 2022. Igen. Úgyhogy jövőre biztos, hogy találkozunk még, de még egyszer fogunk találkozni a Playzone-ban. Na most, Mr. Dragmester, tudod, hogy mi a gond ezzel, amit én kitaláltam, meg te kitaláltál, hogy én nem látlak? Ez egy hatalmas gond. Ja, hogy nem, hogy akarod látni, hogy... Hát nyilván, hát élőben hogyan másképp? Hogy legyen? Nem volt. Most várjál, és itt nincs a mala messenger, vagy... Várjál, benyomom itt a Discordra. Hát nyom be a Discordon. Csak mondjuk annyi, hogy... Hogy tudom? Ja, itt van. Aha. Várjál. Keep up Apple-lak. Nem is tudom, hogy kell. Hogy kell? Apple-lak. Telefonkamerával. Mondjuk is több faszra lesz a képes telefonkamerával. Várjál, nem. De tudlak. Na várjál. Azért nem lesz az így jó, mert várjál, nem tudlak kinagyítani, mi? De. Oké. Na, hát te nem fogsz engem látni, de a streamemet igen. A streamben láttak. Na, Mr. Dragmester, itt vagy. Sziasztok! Szevasz, Szandi! Na jó, ott vagy. De most kicsi vagy, így nem jó. Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok. Hogy... Szájba... Ugye? De jó. Na, tessék. Tessék. Azt! Na jó, de jó, azt! Jó. Nem, ez így. Még így nem. Is sok. Belőlem az így sok. Ez is sok. Ez így. Ez így, na ez így, tök jó. Na, hát köszönöm szépen ezt az évet. Mr. Dragmester, azért elég sokat megharcoltunk együtt idén. Persze, az biztos. Úgyhogy azért ez jó volt, de remélem, hogy jövőre is fárasztjuk egymást. Legalább az egymás idegrendszerét. Így igaz. Mit csinál? Legyen meg a legjobb. Ne dőljön már. Valami leesett, így már jó, hogy egyenes legyen a kép. Na, úgyhogy Mr. Dragmester, szerintem erre ígyunk egyet.
Ez egy olyan az pillanat, ami még itt a streamben nem volt. Itt a streamben még nem volt. Úgyhogy ez is egy mostani egyszeri vissza nem térő alkalom. Másik poharat. Most nagy poharból fogok inni, de nem izét. Ilyet kapok. Baggyorsba iszok. Oké. Okay. Jövőre egyébként tovább fog pörögni a shop, és lesz felső, lesz póló is. Majd. Bebaszós live. Nem lesz bebaszós live, de egyet kocintunk. Virtuálisan. Ha már személyesen nem tudunk. Igen, egyet kocintunk virtuálisan. Várjál. Ide tesszük. Na, mehet. Úgyhogy Mr. Dragmester. Egészségedre. Kocintsunk. Egészség. Jéger! Jéger, én meg... Azaz, így-e. Én meg mit iszok? Fücsülőst? Csak is magyarul. Úgyhogy egészségetekre, jövőre találkozunk. Így igaz. Egészség. Ah, hú, de jó volt. Hú. De jó volt. Hú, lehet, hogy a mikrofon átveszi a szagot. Hajolj oda a hangszoróhoz. Nagyon jó. Na jó. Na. Lehet. Srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő csütörtökön találkozunk a Playzone-ba. Úgyhogy ennyi banyával én meg felveszem a kapcsolatot Privibe. Ennyi. Na. Ennyi. Szevasz, Mr. Dragmester. Egészségedre. Szevasztok, egészség. Szia, Mrs. Dragmester, te is. Na, srácok. Hát ennyi. Nagyon szépen köszönök mindent is. Ez fantasztikus volt ez az év. 40 dead zone, basszus, úgyhogy nem is vettem komolyan az elején. Nem semmi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk csütörtökön. Addig is csúszik a pók.